Petőfi Sándor a magyar nemzeti költő rövid életének viszonylag szűk idejét töltötte Tolna megyében. 1831 és 33 között tanuló kisgimnazista volt a Sárszentlődinci evangélikus iskolában. Abban az iskolában, mely jogelődje volt a mai Bonyhádi gimnáziumnak. Nem véletlen tehát, hogy a Percelek városának liceumát nem valamelyik Bonyhádhoz kötődő neves személyiség, hanem a 48-as forradalom egyik hősének nevét viseli. A Bonyhádi Evangélikus Gimnáziumban minden év márciusában kiemelt figyelmet kap a névadó emlékezete. Az idei évben az még inkább így lesz, hiszen a költő születésének 200. évfordulójára számos megemlékezés kulturális rendezvény szerveződik, így az iskolában március 15-én megrendezésre kerülő Petőfi napok is gazdagabb lesz a megszokottnál, mondta Andorka Gábor igazgató. Petőfi nevét nem csak viseljük, hanem ápoljuk a hagyományokat is, tehát minden évben az ünnephez kapcsolódva március 15-höz szokott lenni az intézményünkben a Petőfi napok, és ez idén sem lesz másképp. Természetesen igyekszünk az egyház és az állam által kiírt rendezvényekre, megmozdulásokra is még jobban hangsúlyt fektetni. Például az egyik ilyen, hogy Kiskörösön lesz idén a Petőfi nevét viselő iskolák országos találkozó, és ott is képviseltetjük magunkat. Petőfi súlyozottan van jelen az iskola oktatási tanmenetében is. A rendezvény évben számos olyan alkalom lesz, amikor Petőfi emléke előtt tisztelegnek majd. Örömmel mondom, hogy nem csak a jól bevált magyar és történelmi munkaközösségek, hanem a többi munkaközösség is igyekszik kapcsolódni majd a rendezvény sorozathoz és a volt diákunk nevéhez. Tavaly évben elkezdtük így az ország szerte járó Petőfi 200-as busz. Nálunk aztán negyedik állomásként itt mutatkozott be, és hát a kisiskolások is, és a nagy gimnazisták is megnézték. Illetve hát az idei évben ugye elkezdődött már a himnusz, egybeesik a himnusz 200. születésével, Petőfi születésének éve. Tehát már egy ilyen kis szófelhőket hívta fel az egyik kollega, hogy akár a kollégák és a diákok is készítsenek itt a himnusz szavaival egy-egy ilyen alkotást. Aztán márciusban kezd sűrűsödni, ugye március hagyományosan a történelem hónapja, a tantárgyi hónap, ilyenkor rendezzük ezeket a már említett Petőfi napokat, ekkor az ország különböző településéből, sőt a Kárpát-medence különböző településeiről érkeznek hozzánk, hiszen ebben az időszakban lesz az öt országos versenyünk döntője, tehát ez egy ilyen hosszú hétvégés program, ahol szerintem nagyon jó hangulatban szokott eltelni, táncház, különféle foglalkozásokat is adunk, tehát nem csak a tudásukat kell a diákoknak, hanem itt igyekszünk egy pozitív élmények is, hogy úgy távozzanak a völgységből. Aztán ehhez kapcsolódik a diákutaztatási program, itt a Rákóczi Szövetséggel, itt már hagyományosan keresünk fel felvidéki településeket, magyar lakta településeket, ahol közösen megemlékezünk március 15-éről, illetve majd májusban a hagyományos kiváló tanulók, 11-es tanulók jutalomútja Erdélyben, ahol hát szintén Segesvár és környékét, nevezetes helyeket meglátogatják a diákok. És hát ugye ezen kívül lesznek még a magyar és a történelmi versenyek, amik ugye nem csak helyi versenyek, hanem itt az országban különböző iskolák és intézmények által kiírt versenyek is. Andorka Gábor azt mondja, minden iskolának, aki a költő nevét viseli, egyfajta kötelezettsége, hogy ebben az évben kiemelten részese legyen a megemlékezés sorozatnak. Petőfi ugye tragikus korai halála is egy örök ifjúvá tette, tehát ami ez a ide járó diákokhoz életkorban is nagyon közel áll, és hát ugye fiatalság, ez az ifjúkor is, ez a szabadság, életérzés és a szerelem, hogyha most lehet így ezt mondani, akkor hát nagyon-nagyon közel álló érzések, és mindenképpen példakép lehet a mai fiatalok számára is. Az iskola életének kiemelkedő rendezvényére kerül sor a nyár folyamán, amikor vendégül látják az ország 52 evangélikus iskolájának pedagógusait egy nyári tábor keretében. Több száz az országból érkező az evangélikus oktatásba tevékenykedő kollégát látunk vendégül, és ismertetjük meg a környéket és szokásainkat, hagyományokat, ételeinket és italainkat. Nyilván itt ilyenkor a házigazda szerepíti azért nem csak az önfeled szórakozása, hanem nagyon sok szervezéssel, előkészülettel jár, de igyekszünk megfelelni. Mindez, mondja Andorka Gábor, egyfajta pozitív visszajelzés az itt folyó munkának.